egy-egyel ért véget a 210. derbi, sikerült hátrányból legalább egyenlíteni. Mennyire vagy elégedett a mérkőzéssel? Hát a mérkőzés alapján én azt mondom, hogy valamilyen szinten reális az egy-egy, de én úgy érzem, a másik fél játékunk, meg a Fradinak a játék alapján én azt mondom, hogy győzelem is meg lehetett volna. Megint egy elkerülhető gólt kaptunk, erre felkészültünk, hogy pontrugásból elég erős a Fradi, és megint ebből tudtunk gólt kapni, tehát mert egy meccset készültünk föl, hogy ha nem kapunk gólt, akkor egyet mindenképpen rúgunk, ez be is jött, tehát sajnos sok volt az egy gól. Úgyhogy, de összességében azt mondom, hogy reális az egy-egy, de viszont a szurkolók miatt én nagyon szeretem, mi nagyon szerettünk volna, hogyha három pont is itthon tartottuk volna. Én azt mondom, ne legyünk csak. Ugye több 11-es gyönyű szituáció is volt, aztán a harmadiknál már befújták. Mi a véleményed ezekről? Hát én úgy érzem, hogy az első 11-es, az első fél volt az egy ilyen mérkőzésen, hazai pályán ezt nyugodtan meg lehetett volna adni. A második az már nem biztos, de a harmadik meg ugye már ott tartottunk, hogy hát hogyha ezt nem adja meg, akkor már nem tudom, hogy mit lehet megadni. Sőt, én már attól féltem, amikor felém szaladt, hogy nekem fog sárgát adni, de végül is azt megadta. Hát most az a bírót nem szeretném kritizálni, mert tényleg egy nagyon színvaló mérkőzésen, meg egy jó hasonlít, ez a jó bírónak tartom. Ő így döntött, ezt el kell fogadni, úgyhogy nem tudom csinálni. Mire számítasz a folytatásban? Most már matematikailag is megvan a bentmaradás, ilyen teher aztán egyáltalán nem nyomhatja a csapatot. Így van, én úgy érzem, hogy most már felszabadult lehet a csapat. Igaz, hogy meccs előtt is már időt, ugye, hogy bennmaradunk, és meg kellett volna rányomni a bélyegét, de mindegy. Hát nem jön, megyünk Kecskemétre, nem lesz könnyű, meg ugye jön a Fehérvár, én úgy érzem, hogy tényleg már ez a két meccs már, én úgy érzem, hogy már nem sokat osztoroz. Úgyhogy nagyon sokat várok magamtól is, a csapattól is, és szeretnénk szépen búcsúzni.